2014. április 26-án, immár 11. alkalommal rendezte meg Zákányszéken az Ifjúsági Önkormányzat tavaszcsalogató elnevezésű, sokszínű programokkal vegyített rendezvényét. A kellemes időjárás mellett zajló eseményen minden korosztály találhatott magának ideális kikapcsolódási lehetőséget, hiszen az ugrálóvár mellett változatos színpadi programok, paintball és motoros találkozó is színesítette a délutánt. Idén az önkormányzatnak csak technikai részekben volt szerepe, hogy segítséget nyújtson helybiztosítással és a rendezvény előkészítésével, míg a rendezvény finanszírozásához az Ezeralcú Természetvédelmi és Turisztika Egyesület pályázata segítette az Ifjúsági Önkormányzatot. A Turisztikai Egyesület egy MVH-s lideres pályázat során két rendezvényre, a tavasz csalogatóra és a faunapra nyújtott be pályázat, és nyert 100%-osan visszanemtérítendő támogatást, több mint 4 millió forint értékben. Ennek az egyik fele valósul meg most a tavasz csalogató keretében, amely immáron tradicionálisan a 9. a településen, és valóban mindig az Ifjúsági Önkormányzat szervezésében történt. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok azért átvették ennek a szervezését, irányítását, lebonyolítását minimális önkormányzati segítséggel, hiszen önállóságot kell biztosítanunk, a felügyelet nem biztos, hogy mindig szerencsés, azonban amiben tudunk, mégiscsak segítünk önkormányzati részről, és az idén is ez azt gondolom, hogy sikeresen megvalósult. Általánosságban milyen a kapcsolat az Ifjúsági Önkormányzat, a fiatalok és az önkormányzat között? Hogyan tudják egymás munkáját, vagy éppen kikapcsolódását segíteni? Az önkormányzat részéről igyekszünk bevonni mindenkit a munkába, a civil szervezeteket, és hát bár az Ifjúsági Önkormányzat nem éppen civil szervezet, de azt gondolom, hogy a fiataloknak egy nagyon jó szerveződése, és szeretnénk és szeretjük is bevonni valamennyi rendezvényünk lebonyolításába őket. Ők erre ebben partnerek nekünk mindig, viszont is ugyanezt mondhatjuk el, hogy mi is segítünk, és hát ennek köszönhetően igyekszünk bevonni már a fiatalokat is adott esetben a település irányításába, amiben sajnos még nem túl nagy sikerünk van, hiszen a fiatalok elsősorban a tanulással vannak elfoglalva, és kevés idejük van, az az idő, ami talán szabadidőként tekinthető, az pedig hétvégén az itt szórakozásra fordítják inkább, ami szerintem teljesen érthető, de azért azt gondolom, hogy a települési önkormányzat, az ifjúsági önkormányzat között az elmúlt időszakban az bizonyosodott be, hogy megfelelő jó a kapcsolat. Már elég régóta hagyományos, hogy az Ifjúsági Önkormányzat szervezi a tavaszcsalogatót. Milyen úgymond hagyományai története van ennek a rendezvénynek? Amióta mi vagyunk az önkormányzaton, nekünk a faültetés volt eddig a hagyományunk, meg a paintball és a pálinka verseny. És a pálinka versenyt most idén másodjára megrendeztük, ahol most már a térség pálinkáit versenyeztettük egymással, amiben Kerekes Edit segített nekünk, Pap László, Kazi Peti és Hajdú Csilla, ők csinálták végig ezt a pálinka versenyt, és ez is az egyik ilyen hagyományunk, mint ahogy már mondtam, a tavaszcsalogatónknak. Már ugye nem először rendezitek ezt a rendezvényt. Kik azok, akikre mindig számíthattok, támogatók, segítségnyújtók terén? Benne van az önkormányzat, az Zákányszéki önkormányzat, ő mindig támogat minket, és most egy pályázatot nyert az Ezeralcú Természetvédelmi és Turisztikai Egyesület, aminek az elnöke Boldogné Fodor Erzsébet, és ő által tudtuk most elhívni a sztár vendégeinket, Karamellt és a Hősöket, ő ez a pályázatból volt, és a többi fellépőnket, meg a többi fontos kelléket, azok pedig a nagygazdák támogatták, az agromarket, a helyi boltok és a környékbeli boltok is. Amikor a programokat összeállítjátok, akkor mik a főbb szempontok, hogy milyen sztárvendégek legyenek, vagy milyen programok legyenek? Hogyan gondolkodtok ezen? Azon kezdünk el gondolkozni, hogy melyik az a sztár, aki megmozgathatja a helyieket,
és meg azt, hogy ki volt az, aki mostanában nem lépett fel a környéken, mert nem szeretnénk ugyanazt elhívni, hát meg ugye az árt is figyeljük. És most próbáltunk a fiataloknak is kedvezni, ugye ez a hősökkel, meg, úgy, meg mindenkinek a karamellel, mert azt én is szeretem, a nagymamám is mindenki szereti. És így próbálunk. Van-e valamilyen különlegesség, ami eddig a tavasz csalogatók történetében még nem volt, egy új programelem vagy bármi, amivel ti vagytok az elsők, akik próbálkoztok? Én szerintem, amivel még nem próbálkoztak a többiek, van egy olyan akrobatikusunk, egy Flip Unit akrobatikus csapat. Ők egymáson ugrálnak át, meg embereken ugrálnak át, és szerintem most ők a legújabb olyan fellépünk, akik még eddig nem voltak. Meg most idén kiraktunk egy csali lepedőt, amin a jelenlévők, ha szeretnék, aláírhatják valami kis versecskét, vagy csak szimplán aláírják. Ez most idén lesz az első. És majd keresünk neki egy helyet, ahol ki tudjuk rakni, és mindenki meg tudja majd nézni. Nyáron szoktunk rendezni egy csocsóbajnokságot kint az erdei pihenőben, meg februárban szoktunk kézilabda bajnokságot rendezni, meg hát kisebb bulikat szoktunk csinálni, csak most ugye pont abban az időszakban estünk, hogy a fele tag érettségizik, meg most kezdtük el az egyetemet, és most nagyon nehéz ezt a kettőt egyesíteni, hogy minél többet tudjunk szervezni. Hogyan érzitek magatokat? Mi volt az a program, ami miatt legszívesebben kijöttetek? Hát igazából az óvodásokat néztük meg, az ő műsorukat nagyon aranyosak voltak. Hát még az én kisbabám soká lesz nagy, de aranyosak voltak, őket néztük meg most elsősorban. Ha bármilyen más rendezvény van Zakányszéken, akkor mindig kilátogattok? Igen, természetesen általában résztvevője is voltunk eddig a férjemmel. Az év további részében Zakányszéken milyen programok várhatók? Gondolok itt esetleg a falunapra vagy az egyéb hagyományos programokra. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a tavasz csalogató az első nagyobb rendezvény, amely megnyitja a települési rendezvények sorozatát, és hát valóban csalogatjuk a tavaszt, és csalogatjuk az embereket is ki ide a jó időre, és hát ezt követik a majálissal kapcsolatos rendezvények, amelyeket inkább civil szervezetek bonyolítanak le egy pár nap múlva szinte. A nyár folyamán a települési faunap az, amely nagynak mondható, az idén ez két napos lesz, ennek a pályázatnak köszönhetően. Ezután reményeink szerint az ifjúsági önkormányzat, bár nem biztos, bízunk benne, hogy mégiscsak egy szüreti mulatságot talán megszervez. Ezt követően a Böllér nap a következő, amely szintén települési rendezvény, azonban szintén az önkormányzat és egy civil szervezet szervezésében történik, és hát belépnek a nőegylet tagjai, adventi gyertyagyújtás sorozat, falukarácsony, és hát így teljes a kép, és ezzel gyakorlatilag az évet lezárjuk. A falunap is megrendezésre kerül, teljes egészében önkormányzati szervezésben volt ez eddig, azonban idén ennek a pályázatnak köszönhetően az Ezeralcó Természetvédelmi és Turisztika Egyesület közreműködésével a nyertes pályázatból egy részét meg tudjuk valósítani. Ez elsősorban eszközöket, illetve a föllépőket jelenti. Reméljük, hogy a program maga azon kívül is, amely nem pályázatos, föltétlenül tartalmas és mindenki számára szórakoztató lesz.